Stratégiailag Oroszországnak nincs esélye megnyerni ezt a háborút. Ki kell tartani, hogy a terrorista állam még taktikai szinten is érezze vereségét, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap esti videó üzenetében. Számodba az Erbeka Ukrajina. Oroszországnak nincs esélye megnyerni ezt a háborút. Ki kell tartanunk délen, keleten és mindenhol. Ki kell tartson a védelem, a diplomácia, a politika. Meg kell őriznünk egységünket, és nem csak a győzelem előtt, hanem azt követően is, hogy minőségileg állítsuk helyre mindazt, amit a megszállók elpusztítottak, mondta Zelenszkij. Az államfő közölte, hogy az orosz hadsereg jelenleg Dél-Ukrajna megszállt régióiban próbálja megerősíteni pozícióit, fokozza aktivitását az érintett területeken. Az orosz erők egy részét a keleti pozíciókból délre, Herson és Zaporizsia megyébe helyezik át. De ott ez sem segít rajtuk. Egyetlen orosz támadás sem marad válasz nélkül hadseregünk és hírszerző tisztjeink részéről. Ukrajna fegyveres erői készen állnak reagálni a megszállók minden egyes újabb lépésére, hangsúlyozta az elnök. Zelenszky elmondta, több fontos törvényt írt alá, többek között azt, amelyik még több védelmet biztosít a harci övezetekben dolgozó újságíróknak. Az új a megerősíti a sajtó dolgozói védelmét. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek jogait biztosító törvény felszámolja azokat a bürokratikus akadályokat, amelyek korlátozzák az embereknek nyújtandó támogatások folyósítását. Az államfő kiemelte, nem számít, mi történik és mit terveznek a megszállók. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megvédjük országunkat és gondoskodjunk egymásról. Дякую усім, хто воює за Україну. Слава Україні. A Nemzetközi Vöröskereszt munkatársait továbbra sem tudnak bejutni a donyecki szeparatisták által pénteken lebombázott Olenyivkai börtön területére. A támadásban több mint 50 ukrán hadifogoly halt meg. A fogvatartottak között voltak az Azov zászlóaj katonái is, akik a legtovább bírták Mariupol ostromát, és májusban fogták el őket. A családoknak minél hamarabb híreket és válaszokat kell kapniuk annak kapcsán, hogy mi történt szeretteikkel, áll a Vöröskereszt közleményében amelyben kiemelik, hogy nem feladatuk, hogy nyilvános vizsgálatokat folytassanak állítólagos háborús bűnökkel kapcsolatban. Ukrajna álláspontja szerint Oroszország azért vette célba a tábort, hogy eltüntesse a kínzások és gyilkosságok bizonyítékait. Valodimir Zelenszky ukrán elnök szándékos orosz háborús cselekménynek minősítette a légicsapást, nem sokkal később az Egyesült Nemzetek Szövetségét és a Vörös Keresztet kérte fel, hogy vizsgálják ki az esetet. Az UNESCO és a Museum for Change projekt képviselői szerződést írtak alá két odesszai múzeum, az állami levéltár, valamint az odesszai megyei katonai adminisztráció kulturális osztálya támogatásáról. A megállapodás értelmében 98 ezer dollárt utalnak ki a projektek megvalósítására, közölte Alexandra Kovalcsuk, az odesszai szépművészeti múzeum igazgatója közösségi oldalán, számot be az Ukrimform. Azt a hírt kaptam, hogy az UNESCO aláírta a szerződést a Museum for change -el. Mindez több mint három hónapos tárgyalások, több tucat dokumentum, húsz különböző egyeztetés, elnapolás, újra tárgyalás előzte meg. De végül a 98 ezer dollár összegű támogatás megérkezik Ukrajnába, jegyezte meg Kovalcsuk. Elmondása szerint az említett intézmények a támogatást különböző projektek megvalósítására költik. Vasárnap Varsó diszpolgárává avatták Vitali Klicskó kijevi polgármestert, aki nevében testvére Volodymyr Klicskó vette át a kitüntetést. Kiev polgármestere a Varsói Városi Tanács ünnepi ülésén videóüzenetében kijelentette, hogy Ukrajna sohasem fogja feledni a Lengyelországtól kapott segítséget. Hozzátette, hogy csak együttes erővel tudnak felülkerekedni az agresszoron. A szabadságunkért küzdünk azért, hogy egy demokratikus, szabad országban élhessünk. Jelenleg nem csak saját függetlenségünket és európai választásunkat védjük, de egész Európa demokráciáját, stabilitását és biztonságát. Emelte ki vitali klicskó. Az ukrán parlament jóvá hagyta a törvénytervezetet, amely szerint bővül azon személyek kategóriája, akik a mozgósítás során mentesülnek a katonai szolgálat alól. Számolt be Szerhi Babak, a legfelső tanács oktatási, tudományos és innovációs bizottságának vezetője. Adta hírül a vseosvita.ua hírportál. A törvénytervezet értelmében a mozgósítás idején nem kell sorkatonai szolgálatra kötelezni a hat köteles korú tudományos, tudományos pedagógiai és pedagógiai munkatársakat. A felmentés feltétele, hogy a tudományos intézményekben vagy szervezeteknél, felsőoktatási intézményekben, szakmai felsőoktatási intézményekben, szakiskolákban vagy középiskolákban minimum 0,75 százados díszabású állásban legyenek foglalkoztatva.